Eddigi cselekedeteink fémjelzik a közösség hitvallását, amely a jó ügyek felkarolását, a jó szolgálatot foglalja magában. Szeretnék egyfajta vérfrissítést vinni a szekszárdi civil mozgalom vérkeringésébe, mondta Tóth Róbert a 7100 a Városod Egyesület alelnöke a jótékonysági bál megnyitóján. A fiatalokat összefogó szervezet már karácsony előtt könyvcsomagokat osztott a rászoruló családoknak. A bál bevétele ismét jótékonysági célokat szolgál majd. A szekszárdi kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának szeretnénk felajánlani. Nem nagy összeg lesz, de bízunk benne, hogy ezzel az ott szülő édesanyákat, illetve a gyermekeket egy picit tudjuk segíteni azzal, hogy az infrastruktúra egy picit jobb lehet ott az osztályon. Ácsezső polgármester arról szólt, nagyon fontos, hogy újabb civil szervezetek kerüljenek közelebb a közélethez. Megítélése szerint a 7100-asok a híd szerepét tölthetik be az önkormányzat és a civil szervezetek között. Szükség van arra, hogy a fiatalok is megszólítassanak valamilyen formában, és egyfajta kapocs kialakuljon a közélet és a fiatalok között. Ennek kiváló terepe lehet ez a civil szervezet, aki egy nagyon komoly és nehéz célt tűzött ki maga elé, és reméljük, hogy meg is fogja tudni valósítani. Mégpedig az, hogy tulajdonképpen a fiatalokat valamilyen formában közelebb hozza a közélethez, egy kicsit vonzóvá tegye számukra, és megértesse, hogy miért fontos a közélettel való foglalkozás. Szekszárd polgármestere azt gondolja, az ilyen típusú szervezetek jelentenek kontrollt az önkormányzat számára azzal, hogy szerepet vállalnak a döntések előkészítésében.